pánikra semmi jog, csak szimulálták a fegyveres üldözést és lekapcsolást a rendőrök. Az elfogást Nyíregyháza Sóstón a Kisvakon táborban adták elő a hatóság emberei, méghozzá az itt táborozó 32 gyermek előtt. Immár negyedik alkalommal szervezte meg a Vármegyei Rendőrfőkapitányság a közlekedésbiztonsági szaktábort, melyben főként rendőrök gyermekei vagy közlekedésbiztonsági versenyen eredményt elérő fiatalok vesznek részt hétfőtől egészen szombatig. És nyilvánvalóan az a tábor célja, hogy a gyerekek a közlekedési kultúrát megismerjék, jobban tudjanak közlekedni, ismerjék a szabályokat. Nyilván nem csak szabályismeretből állnak a napjaink, hanem játékos formában szórakoztatva próbáljuk őket a közlekedésre nevelni, illetőleg megismertetni a rendőrség és társszervek munkáival. Pontosan ezért a hétfői napon a hagyományok szerint egy rendészeti nappal kezdjük meg a tábori életet. Ebben az esetben egy kutyás és kommandós bemutató volt, mint dinamikus elem, majd most jönnek a statikus elemek, megismerkedhetnek különböző fegyverekkel, felülhetnek a szolgálati motorkerékpárra, autóba beülhetnek, új lenyomatot, tenyérlenyomatot készíthetnek a bűnügyi technikánál, a katasztrófavédelmi járművét megismerhetik. Nagy sikere volt a kutyás bemutatóknak is. A gyermekek közül többen nem először vesznek részt a rendészeti tematikájú táborban. Harmadjára vagyok a táborban, nagyon-nagyon szeretem a tábort, elsősorban a közösség miatt, és azért, mert a programok nagyon jók, és ilyenkor az ember nem a telefonjával foglalkozik, hanem a szabadban van, beszélget az emberekkel és barátkozik, és tényleg nagyon jó itt lenni, és a programok pedig nagyon-nagyon jók. Unatkozni valóban nem fognak a következő napokban a tanulók, miközben fontos közlekedésbiztonsági ismeretekhez is hozzájutnak. A keddi és csütörtöki napokon a strand területén egy kerékpáros ügyességi versennyel próbáljuk őket közlekedésre nevelni, de nyilván ebben a melegben megizzadnak, ezért utána strandolnak. A szerdai napon az állatkertet látogatják meg, és hát az új jégvarázs részen ott is hűsülhetnek egy picit, hiszen ebben az időben nagyon fontos. A pénteki napon a baktai erdészetbe látogatunk el. A Nyíregyháza ZRT jóvoltából, ez egy komplex nap lesz. Itt légpuskalövészet, íjászkodás, növény, állatismeret, kerékpáros ügyességi pálya, tájékozódás, tehát egy komplex napon vesznek részt, és amit én már tudok, ők még nem, a pénteken este ez úgy fog eltelni, hogy tortát is fognak enni, hiszen csapatokra lesznek osztva, és minden csapat nyerni fog egy-egy tortát majd a Nyíregyháza ZRT jóvoltából. Pénteken pedig egy ki mit tud estel zárják a programokat a közlekedésbiztonsági táborban, majd a szombati ébredés után mindenki hazatérhet családjához.